Több mint 400 millió forintot veszített a Questor csődje miatt a Földművelésügyi Minisztérium. Ezt Lázár János jelentette be. Hozzátéve, hogy a broker botrányokban az önkormányzatok összesen 2 milliárd forintot buktak el, és a belügyminisztérium segítsége nélkül nagy bajban lennének. Az Agrártárca közleményében erre úgy reagált, hogy a Budakes botrány után végrehajtották Orbán Viktor utasítását. Azt is írják, jelenleg még vizsgálják, hogy történt-e mulasztás vagy visszaélés, ami miatt bárkit is felelősségre kell vonni. Egy piramis játék elszenvedői és kárvallottjai mind az emberek, mint egy 32 ezer ügyfél, és azok is, akik az állam képviseletében a Questorra pénzt bíztak. A Questor csoport becsapta az embereket, becsapta az ügyfeleket és becsapta az államot is, amiért vállalnia kell a következményeket, mondta Lázár János. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint több mint 22 ezer olyan ügyfél van, akit a bevának kell kártalanítani a teljes mértékben. Abban pedig szeretnének segíteni, hogy a többi nagyjából 9,5 ezer ügyfelet is kártalanítsák. A miniszter elmondta, a Földművelésügyi Minisztérium bukott 100 milliókat a Questor broker botrányban. Aki a Hungária Értékpapír ZRT számára a tartalékgazdálkodási non-profit KFT-nél, annak a közreműködésével mintegy 410 millió forintot helyezett el, a 410 millió forint pedig odaveszett. A miniszter hozzátette, hogy a belügyminisztériumnak 8 milliárd forintnyi befektetése volt, ugyanakkor a tárca segítsége nélkül több önkormányzat is bajba kerülne a Budakes botrány miatt. A legnagyobb probléma az a Magyar Fejlesztési Bank mintegy 17 milliárd forintos hitele, amelyet a Questor csoport számára biztosított. A győri Etóparknak adott hitel lehet a legnagyobb vesztesége az államnak, a miniszter szerint. A hitelszerződést 2005-ben és 2008-ban kötötte meg az állam, amely Lázár szerint hibás döntés volt. A miniszterelnökség vizsgálata alapján nyilvánvalóan fiktív üzleti tervre, fiktív projektre és fiktív beruházásra, fiktív fedezetek mellett biztosított először 9,7 milliárdot, majd egy újabb jelentős tételt a Magyar Fejlesztési Bank. A miniszter szerint hiába lesz az állami a parkoló, a stadion és a szálloda, az nem fedezi a károkat. Arra a kérdésre, hogy a Questor az évek alatt mennyit törlesztett a hitelből, a miniszter azt mondta, volt amikor fizetett, volt amikor nem. Erről részletesen tudok majd tájékoztatást adni, most zajlanak az összesítések. A miniszter szerint vissza kellett volna kérnie a pénzt az MFB-nek.